Köszöntöm nézőinket! Ez itt a Szerda Este, a Sopron Televízió heti magazinja. Mutatom mai témáinkat. Zöldváros. Mit tegyünk, ha az erdei vadak túl közel jönnek a házhoz? Hölgyválasz. Hogyan barátkozzunk meg ráncainkkal? A nők másként élik meg az évek múlását, mint a férfiak. A hét témája. Városi kitüntetések adományozásáról is döntött Sopron közgyűlése. Vendégünk dr. Fodor Tamás polgármester. Sopronban meg annyi ház van az erdőtő szomszédságában. Ennek következtében gyakorta előfordul, hogy a vadak megközelítik a portákat, látogatást tesznek az udvarunkban, esetleg károkat is okoznak ott. Hogyan tudunk védekezni ez ellen? Mit tegyünk, ha az udvarunkban vaddisznók randalíroznak? Zöldváros című rovatunk mai adásában mindezekre választ kaphat. Bánáti László a Tanulmányi Erdőgazdaság parkerdei és kommunikációs igazgatója szórja a kukoricát a Soproni-hegység területén található vadföldön. Bár a neve más csugal, ezt a földet cseppet sem engedték szabadjára. A szakemberek szüntelenül művelik. Mindamellett, hogy egész esztendőben olyan növényekkel vetik be, amelyet valamennyi itt megtalálható vadállat szeret, még szálas, illetve lédús takarmánnyal is etetnek ezen a területen. A természet gyermekei mindezt díjazzák is. Számos vadállat jár el ide jó ízűeket falatozni, meg annyi árulkodó lábnyomot hagytak hátra a friss hóban. Ez egy vaddisznó süldőnek a nyoma éppen, amit ugye itt a két hátsó fűkörömről nagyon könnyen föl lehet ismerni minden esetben. Amiatt is különösen fontos, hiszen itt nem is a vadászat a legfontosabb ezen a területen, hanem az, hogy egész éven át lehetőséget ad ez arra nekünk, hogy megfigyeljük az itt élő vadállományt, és ebből számos hasznos információnk legyen, például milyen a szaporulat, milyen az egészségi állapot, illetve milyen a vadlétszám a területen. Ennek a tóval ékesített területnek azonban van másik fontos funkciója is, amely az inséges téli időszakban különösen hangsúlyos. A vadgazdálkodás az egy nagyon komoly és egész éven át tartó elfoglaltság és feladat, ami ugye egyrészt jelenti azt, hogy az itt élő vadállományt az év teljes idején, vagy az teljes időszakában etetnünk kell. Ez nyilván a téli időszakban, amikor egyébként kevesebb a táplálék értelemszerűen egy intenzívebb etetést jelent, de mondhatom azt, hogy egy itt tartó etetés egész éven keresztül folyik, pontosan azzal a céllal, hogy a vadállomány itt maradjon az erdős területeken, és ne húzódjon le a városba, és ne okozzon ezzel problémát. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint azonban ennek ellenére is elég gyakori, hogy a vadállatok elindulnak portyázni a lakott terület felé, hát ha csúran cseppen nekik is valami. Ez legfőképpen abból adódik, hogy városunk sok otthona mellett tornyosul a rengeteg. Ebből kifolyólag természetesen adódnak ilyen konfliktusok. Két vadfaj az, ami ilyen szempontból problémát jelenthet, illetve előfordulhat a lakott területen. Az egyik a róka, a másik pedig a vaddisznó. Nyilván, ha most a úgymond károkozást tekintjük, akkor a vaddisznó, ami problémásabb, hiszen egy vaddisznó konda néhány óra alatt azért egy nagy kertet is képes tönkretenni, illetve feltúrni. Úgyhogy ezért is fontos, hogy mi gazdálkodjunk és odafigyeljünk a vadállományra. Nyilván egyrészt, mint mondtam, ez jelenti az etetés, másrészt pedig azt, hogy az előírt mennyiséget minden évben igyekszünk terítékre hozni, ezzel is egy megfelelő szinten tartani valamennyi vadfajnak az állományát. Bánáti László azt javasolja, hogy a vadakat semmiképpen se etessük. Hiába kedves számunkra egy-egy vad látványa, ne feledjük. Ezek a gyönyörű állatok az anyatermészet gyermekei, nincsenek megszelídítve, emberhez szoktatva. Ráadásul, ha nem megfelelő táplálékot adunk nekik, az komoly problémát okozhat náluk, akár meg is betegedhetnek. Szintén fontos, hogy a rókákat ne csalogassuk, simogassuk. Ha ravaszdi szelíd, az bizony komoly gyanúra adhat okot. Fontos, hogy ne legyen szemetes a házunk, illetve az udvarunk környéke. Gondolok itt arra, hogy például aki kis állatot tart, akár csak ezeknek a tisztítása is például egy jó táplálék lehet a vaddisznónak, tehát ilyeneket se szórjunk ki a kerítésen kívülre vagy netán belülre, illetve egy nagyon fontos dolog az, hogy megfelelő kerítés legyen, ami a vaddisznó esetében azért nem annyira egyszerű, hiszen itt egy egyszerű drótháló nem nyújt elegendő védelmet, itt mindenképpen megfelelő alap is kell és megfelelő erősségű kerítés ahhoz, hogy ezzel meg tudjuk állítani.
tisztítani a vaddisznót. Ha az óvintézkedéseink ellenére az erdő édes szomszédságából adódó idilt megtöri egy vaddisznókonda, akkor a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT-től kérhető segítség. Ha pedig rókason fordál a birtokunkon, akkor a gyepmestert és a mezőőrt is értesíthetjük.